Közép-Európa összes szent helyét túrautak kötik össze, ezek közül a legnagyobb a Mária út. Kálósemjén egy hagyományosan vallásos közösség, mindhárom felekezetnek saját temploma van. A református, a római és a görög katolikusok lelkésze is a mai napig helyben lakik. A településről elmondható, hogy hagyományos vallásossággal bír. Tehát a mi templomunkban, ugyanúgy, mint a római katolikus templomban, vasárnaponként délelőtt két szertartásra van szükség, mert hogy mind a két szertartáson, ha nem is teljes egészében telik meg a templom, de egy szertartáson nem térnének el az idejárók. Kálósemjénben a görög katolikus felekezet a mai napig a község legnagyobb számú közössége. Itt a vallás nem csak az időseké, a fiatalok számára is értéket jelent. Időszerű volt a templomuk felújítása. 2013-ban a belsejét már részlegesen helyreállították. Idén azonban egy nagyszabású felújítást tudtak végezni a TOP és a ROHU pályázatok finanszírozásával, valamint saját erőből, összesen mintegy 300 millió forintból. Így a templom már kívül belül méltó módon hirdeti Isten dicsőségét. Hiszen egy templom nem csak lelki támaszt nyújt a zarándokoknak és a környező települések lakóinak, de kultúrát is közvetít. Bemutatja a zarándok hagyományokat a jelenkor embereinek. Évszázadokra visszamenőleg fölismerhető vagy fölfedezhető az, hogy mindig voltak olyan emberek, akik útra keltek, akik elindultak, akik bekapcsoltak egy zarándoklatba. Ezt azok a települések, ahol áthaladtak ezek a zarándokok, mindig is nagy ünneppel fogadták. Olyan volt ez számukra, mintha maga Krisztus tért volna be a településre. Talán nem hiába, hogy a Mária út is ugye itt halad át Kálósemjén településen keresztül. Így most a felújított templom is fogadja az itt elhaladó zarándokokat. Hogy miben lehetne még fejleszteni, vagy miben fejlődhetnénk még, én azt gondolom, hogy egy kicsit a vendéglátás lehetne az, amire nagyobb hangsúlyt kellene még fektetni. Emellett egy játszóteret is szeretnének majd kiépíteni a közeljövőben a Mária Pócsi templom és a családvár zarándokház mellé.